A Szegedi Látványszínház fiatal színészeinek interaktív műsora előzte meg a Legyen minden gyereknek karácsony címet viselő jótékonysági csomagosztást Bonyhádon. Egy kis karácsonyi darabot hoztunk el nekik, ez egy ilyen készülődős, ez direkt fiatalabb, tehát az óvodás és az általános iskola alsó osztályainak van tervezve. Hát ebben ugye készülünk, a Mikulást is várjuk, és meglepetéssel készülünk a gyerekeknek. A célja ezeknek a látványos előadásoknak az egészséges életmód bemutatása, tehát az a leggyakrabban, avagy a felelős állattartás, tehát a célunk rávezetni a gyerekeket az egészséges életmódra egy ilyen kis mese keretén belül. Külön van a színházunknak telephelyei, tehát van Budapesten, Nyíregyházán és Szegeden van a telephelyünk. Mindenhol több színész csapat dolgozik, tehát általában 4-5 fő van egy telephelyen, a főcsapatok és a helyettesek. Mi vagyunk a főcsapat Budapesten, mi onnan érkeztünk, most ketten vagyunk, és ezeket az előadásokat visszük, olyan 5-6 előadást visszünk átlagosan egy nap különböző városokba, falvakba. Rendszerint jövünk ide, Bonyhádon most vagyunk először, nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadják, tehát örülnek neki, hogy valami újat hozunk. Most is kérdezte egy kislány, hogy is jönni fog a Mikulás is. Hát mondom, én nem tudom, de lehet. Úgyhogy nagy szeretettel fogadják ezeket az előadásokat, és nagyon sokat jelent nekik, hogy hozunk valamit. Hogy én elcsendettem? Frici, elmondom nektek, hogy most mi történt, hogy ez egy nagyon-nagyon nem szép dolog, hogy Frici hazudott. Szeretném nektek ezt elmondani, mert nem is értem, hogy hogyan lehet azt feltételezni. Én olyan, hogy elcsenek dolgokat a Mikulásnak. Mondd csak el, ugyanis én tudom, hogy nagyon csúnya dolog olyat mondani, ami nem igaz. És én is tudom, képzeled, el is fogom nekik mesélni. El is mesélni. Mondd is. Kezdem, micsoda? Hiszek neked. Nagyon szépen. Tisztában vagyok, hogy én vagyok a Mikulásnak a kedvenc részszarvasa. Na már most ott volt ez a varázsbotocska az ő asztalán, és hát elvettem, és magammal hoztam. Na. Szóval akkor elloptad. Igazadban, azt hallottam előbb, René, hogyha elvesztettük, keressük meg együtt. A bonyhádi iskolások féltett kincseiket csomagolták be, hogy a nem annyira tehetős gyerektársaiknak szerezzenek örömet vele. Azért nagyon fontos a gyerekek számára ez a mai ünnepség, mert így ők is megtapasztalhatják, hogy milyen jó érzés a társaiknak adni. Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy örömmel készültek erre az ünnepségre, és nagyon sok kisgyerek hozott az osztályunkból ajándékot, készítettek össze féltett kincseiket, úgymond a rászoruló gyerekek megsegítésére. A csomagokat otthon készítették a szülőkkel közösen, és mindenki olyan ajándéktárgyat, könyvet, egyebet tett bele a dobozba, amit ő is szívesen kapna. Már november elejétől várták a 6 és 14 év közötti hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt ajándékcsomagokat a helyi könyvtárban. A csomagokban alig használt, de még jó állapotban lévő játékokat, ruhákat és könyveket adományoztak helyi civil szervezetek és magánszemélyek a Bonyhádon tanuló, rászoruló gyerekek számára. A Bonyhádon tanuló, hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnénk egy kicsit kedveskedni. A két iskolából, a Széchenyi Általános Iskolából és a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolából jönnek diákok, illetve olyan sok csomagot kaptunk, olyan sok gyűlt össze, hogy a Pittypang óvodát is megkerestük, onnan kaptunk még neveket, illetve a maradék csomagot az Életút Családsegítő Egyesületnek fogjuk átadni, és majd ők tovább fogják osztani. A csomagok tartalma az inkább édesség és játék, plüssfigurák, könyvek, illetve hát van ruhanemű is. Szeretnénk a gyerekeknek egy kicsit hangulatosabbá tenni, kint ugye jó idő van, és próbáljuk azért a karácsony hangulatát előhozni. Szegedről a Látványszínház fog ide érkezni, és Frici Manó a Hóban című előadást fogják a gyerekeknek előadni. És utána megérkezik a Mikulás, aki majd átadja a csomagokat.
A Szegedi Látványszínház előadása után összesen 140 hátrányos helyzetű gyerek kapott ajándékot a Mikulástól.